Startup, azaz kezdő vállalkozások. Mit jelent? Kik ők? Boldogulnak a hazai és nemzetközi piacokon? Vagy csak lufi? Hát nem. Akiket 25 percben bemutatunk, azok sikert sikerre halmoznak. Van mögöttük angyal, azaz befektető, de legfőképpen tudás és millió újabb és újabb ötlet. Ezek együttese fölfele íveli pályájukat és gazdasági növekedést eredményez a vállalkozásoknak, végső soron az országnak is. Nem árt, ha mi is felfigyelünk rájuk. Követjük felfedezéseiket, lépéseiket, hiszen a társadalom minden tagja profitálhat abból, amit ők létrehoznak. Kezdjük egy mini konyhakerttel, amely lehetséges, hogy egyszer csak a bevásárlóközpontok polcairól is levehető, és a konyhamesterek kedvencévé válik úgy, hogy közben gondoskodás sem igényel. Színes fények, növények, de mit is jelent valójában az, hogy mini konyhakert? Otthon elérhető konyhakert, friss fűszerlőnyeket tud leszületelni a felhasználó saját konyhában, különösebb szakértelem nélkül. Mikor és hogyan jött az ötlet, hogy érdemes, célszerű létrehozni egy ilyen vállalkozást, amely kezdővállalkozásnak, az úgynevezett startupnak minősül? Másfél évvel ezelőtt jött az ötlet. Szerettem itthon fűszerlőnyekkel foglalkozni, meg főzni, csak amiket elértem a boltba, azok 3-4 nap alatt tönkrementek, és nem maradtak életbe, és nem tudtam folyamatosan friss fűszerlőnyhez jutni, illetve mindig az a sablonos fűszerlények voltak elérhetőek, tehát ugyanaz a bazsalikom, citromfű, oregano nem volt semmilyen új fajta választék. Ha már itt tartunk, akkor mondjuk is el, hogy hány féle fűszernövényről van szó, melyek ezek és milyen kísérletezések folynak annak érdekében, hogy minél színesebb legyen a paletta. Jelen helyen és időben 200 fajta áll rendelkezésre, illetve a csapat egyik tagja, mi a gasztrobotanikusunk, ő az, aki a világ minden részéről szerez be újabb és újabb magokat. Át kell írnunk egy kicsit a gasztronómiánkat? Máshogyan kell majd főzzek a konyhában, ha ilyen fűszernövényeim lesznek? Vagy hogy képzeljem el, miért érdemes nekem kiválasztani jó néhányat és berakni a konyhapultomba? Megismer új ízeket. Tehát úgy tudja kombinálni az étel és az italját otthon, amit elkészít a családjának, hogy új ízeket visz be. Minden nap tud kísérletezni újfajta fűszernövényekkel. Mindezek hogy élnek meg egy fiókban, egy konyhapulton, egy falon? Mit kell tudnunk a rendszerről, és leginkább a rendszer technológiáról, hiszen itt egy összetett dologról van szó. Bolond biztos rendszert fejlesztünk. Bolond biztos rendszer? Komolyan mondja, igen. Hogy ez a neve? Tehát az, hogy lerakja, ahogy ön mondta, egy fiókba bedugja, vagy a konyha asztalára kiteszi, és önnek semmi más dolga nincsen, csak hogy szüretelje a termést. Tehát ez a rendszer ellátja a napfény azonos LED-sorra a növényt, az magába szívja a kellő spektrumú napfényt, megkapja az öntözést, a tápanyagot, és semmi más dolga nincsen, csak szüretelni. Mikor kell locsolni? Ki locsolja? Automata öntözéssel lesz elérhető a rendszer. Most jelen helyen és időben mi locsoljuk a növényeket, és mi látjuk el őket tápanyaggal. Hetente járunk az ügyfelénkhez, és ott gondozunk a növényeket. Mi benne az innováció, és milyen összefüggések vannak környezetvédelmi és gazdasági szempontból? A termékünk minden alkotó része lebomló lesz a nap végén, illetve modulárisan egymáshoz illeszthető, így otthon, irodákban, éttermekben vertikális falakat fognak tudni létrehozni az ügyfelek. És amikor elfogyasztották ezeket a növénykapszulákat, akkor ezeket mi begyűjtjük és újrahasznosítjuk. Jelen pillanatban is több helyen található ilyen mini konyhakert. Ezeket pillanatnyilag helyben vagy távvezérléssel irányítják? Most készült az a fejlesztés, hogy mi távolról látjuk, hogy a növények mit éreznek. Tehát ezekben a rendszerekben, ezekben a kapszulákban el vannak helyezve érzékelők. Látjuk, hogy milyen hőmérsékleten, milyen mennyiségű napfény szívnak magukba, és milyen talajnedvességgel rendelkeznek. És ezt mi az interneten nyomon tudjuk követni. Látok az asztalon néhány színes tárgyat. Ezek hogyan kapcsolódnak a rendszerhez? A rendszerünknek az alapeleme a növény kapszula, annak is a cserepe. Ez egy lebomló műanyag, ez kukoricából van, nevezett PLA-ból. Tehát ez megfelelő körülmények között oxigénmentes környezetben meghatározott hőfokon lebomlik 100%-osan. Megkérdeztetem, hogy honnan lehet beszerezni ezt? Ezt jelenleg egy formatervező céggel terveztettük. Magyar? Magyar és 3D-s nyomtatással készült. Fantasztikus, és a másik dolog? Ők pedig a szenzoraink. Hát ezek a szenzorok, amik egymáshoz illeszkednek, ő a hőmérséklet szenzor, ő a talajnedvesség szenzor, ő pedig a fénymérő szenzorunk. Ezekben
rádiófrekvenciásen kommunikál, vagy kábelen kommunikál a cserében található szenzorral, és interneten keresztül tölti fel, és innen nyerjük meg az adatokat. Van egy újdonság is a dologban, állítólag megáll valamitől a falon? Van egy üzletágunk, ami zöld falépítéssel foglalkozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy fémfalunk és mágneses zsebek kileszkednek erre a falra, és szintén modulárisan lehet cserélni benne a található növényeket, és zöld felületeket tudunk létrehozni dísz vagy haszonnövényekből. Hatása pedig lelassulnak az emberek, megnézik, hogy ez mi, az oda mennek, megkóstolják, kipróbálják, nem csak gyönyörködnek benne. Mindenki látott már életében zöld falat. Elég, ha csak a legegyszerűbb borostyánnal befuttatott épület homlokzatára gondolunk. Persze gondozás nélkül nem marad esztétikus, nem hívja fel magára a figyelmet, mégis a látványon túl, amellyel közelebb hozza a természetet, igen hasznos szerepet tölt be. Itt van például ez a londoni szálloda teljes homlokzata, amely 350 négyzetméter, 21 méter élőfallal, 16 tonna talajjal, 10 000 növénnyel. A fenntartható vízzel vezető rendszer legszebb példájaként is emlegetik. Nem véletlenül, hiszen az esőzések során lehullott csapadékot tartályokban tárolják, és a növényeket ezzel locsolják. Cél, a város zöldítése, vonzóvá tétele a turisták számára, a levegő minőségének javítása és a klímaváltozással járó negatív hatások enyhítése, beleértve az árvízi károkat is. Azonban egy kültéri zöld homlokzat és beltéri zöld fal között vannak különbségek. Különösen, ha a beltéri, az úgynevezett ehető fal szerepét is betölti. Igaz, a startup vállalkozás még csak kísérletezik az ehető zöld fal építésével, de az már most látható, hogy a megfelelő technológiai háttérrel nagyra törhetnek, ötletükből és a kísérletből valami csoda származhat. Itt ülünk egy vadonatúj zöld fal, pontosabban éltető fal előtt. Ez mikor készült, és mit kell tudnunk róla? Látjuk, hogy egy ívelt szerkezetről van szó. Ez körülbelül 2 hetes, még nincs teljesen kész, mert a világítás még nem került felszerelésre. Tulajdonképpen nagyon sok a természetes fény, még egy kicsit vizsgálgatjuk, hogy mennyi világítás, meg hogy kell. Ezt mi alapján lehet megállapítani? Hát, ha most oda mennénk, akkor látnánk, hogy ez azért elég jól beindul, tehát már hozott új leveleket, tehát tulajdonképpen itt igazán majd a téli sötét időszakban kell komolyabb fénypótlás, fel fogjuk szerelni rövidesen. Az ívelt zöld fal még nem kapott meg világítást, de rövidesen erre is sor kerül. Szükség is van rá, hiszen ha a növények nem kapnak természetes fényt, akkor ennyire nem ragyognak anélkül, hogy valamivel ezt ne pótolnák. A LED világítás képes erre, sőt, egyre nagyobb szerepe van a növényházakban is, köszönhetően a változtatható helyzetű és színű fényforrásoknak. A növények ugyanis a fototropizmussal érzékelik a naphelyzetét, és ennek erősítésére hasznos lehet egy úgynevezett napkövető rendszerű LED panel, amely a természetes rövid nappalok idején segíti a növények harmonikus vegetatív növekedését. Picit piros az arcunk, neked is, nekem is, de ja, nem véletlenül, nem szoláriumban voltunk, igen, nem véletlenül, mert itt van egy lámpatest, ez mire alkalmas? Növényeket naposztatjuk velük, napfényazonos LED-sorok, a napfénynek a hullámhosszával megegyező fényt biztosítanak nekik, csak ezt nagyon élvezik. Te ezt otthonról irányítod, hogy mikor kapjon fényt a növény? Előre be van programozva, hogy napi hány órát világítson, hány órát pihenjenek mellette a növények, és így tudnak ideális növekedést elérni. Éltető, ehető, zöld fal előtt állunk, görög bazsalikum, egy másik bazsalikum. Picit tájékoztass bennünket, hogy a zöld fal ötlete az honnan származik, miért tartjátok fontosnak, hogy ilyen irodaházakban ilyen falakat hozzatok létre? A zöld fal alapvetően Franciaországból származik, ez már egy jó 20-25 éves történet. Sokféle zöld felületet láttunk már így az irodákban, és akkor gondoltunk arra, hogy akkor csináljunk vertikális kerteket, és amivel ezt megspékeltük, hogy ezeket mi bérbe adjuk, tehát minél több ügyfelet így el tudunk érni. Amit most itt látunk, ez hány négyzetméter? 12 négyzetméter. És mi alapján döntitek azt el, hogy milyen növények kerüljenek bele, hányféle növény kerüljön bele, és milyen elosztásban, mert ugye a dolog érdekessége az is, hogy nagyon minimális földben vannak, mégis szinte ragyognak.
Igen, a hely adottságának megfelelően, tehát például benapozottságtól függően választjuk ki a növényeket. Alapvetően megvannak azok a kompozíciók, amivel dolgozunk, ezeket megmutatjuk az ügyfeleknek, a meglévő falaknak, hogy kiválasztják, hogy mely növények nekik a szimpatikusok, és ebből állítjuk össze a végleges szettet. Igény volt a megrendelő, tehát az iroda tulajdonosa részéről, hogy itt egy zöld fal legyen. Az a szerencsés helyzet van itt, hogy már előzetesen kialakították a lefolyónak, meg a víznek, meg a villanyvezetéknek a helyét. Tehát ez az első olyan fal, ahol ha szemben állunk vele, akkor nem látszik semmi. Ugye a másik zöld falnál, ahol ma voltunk, ott több tíz méteren keresztül kellett az alattunk lévő álmenyezetben a lefolyó vezetéket elvinni. Itt csak annyit maradt ki az előzetes kialakításból, hogy nem tettek be egy üzelzárót, tehát csak azt kellett pótolni egyébként, simán és egyszerűen becsatlakoztunk. Ha már ennyire gondoltak arra, hogy itt egy zöld fal épüljön, akkor bátran kimondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen egy környezettudatos és fenntartható irodabérlőről, cégtulajdonosról van szó, aki ennyire figyelt ezekre a részletekre? Igen, az a tapasztalatunk, hogy a tervezők már gondolnak erre a nem elsősorban esztétikai, hanem környezeti elemre. Itt ugye a recepción van a zöld fal, ez egy nagy tér, aminek a fizikai állapotát nagyon jól befolyásolja és nagyon jól javítja a zöld fal. Tekintettel arra, hogy egy ilyen falnál akár több száz növény levélfelülete termeli az oxigént és köti meg a széndioxidot a fotoszintézissel, és párologtat és a port köti meg a párologtatáson keresztül. Tehát, hogy ennek komoly élettani hatása is van. És számtalan olyan kutatás hozzáférhető, amelyek bizonyítják azt, hogy a munkahelyeken, ahol a környezeti állapotok megfelelőek, ott kisebb a hiányzás, kevesebb a megbetegedés, nem fáj az emberek feje, nagyobb a teljesítmény, stb. Tehát, hogy ennek üzletileg mérhető hasznai is vannak. Korábbiakban azt már megvizsgáltuk és beszélgettünk arról, hogy hogyan telepíthető különböző fűszernövény a fiókba, az ágy alá, bárhová, anélkül, hogy természetes napfényt kapna és locsolni kellene. Most itt ebben az esetben mi a különlegesség benne? Tehát miért startupnak nevezhető a vállalkozásotok? Azért vagyunk mi startup, mert a célunk az, hogy ezt a terméket te haza tud vinni egy áruházból, egy dobozba, fel tud szerelni a falat, és otthon tudjál ilyen zsebekben növényt termeszteni. Földre szállt a zöldítő csapat angyala, aki csak nem vakon döntött a befektetésről. Jó, azért egy kicsit ránézett, hogy mire is adja a pénzét, de a szigorú üzleti terv nélkül is bízva bízik a sikerben, és még ha egy kissé lassabb is a folyamat, bizton állítja, hogy tőke befektetése nyereséggel megtérül. Amikor már megvolt az ötlet, akkor én a saját pénzemen kívül rögtön kerestem társakat, akik finanszírozzák ezt a vállalkozást. Tehát a tanulópénznek a nagy része egyébként, azt erre fizettük ki. Szerintem egy jó vállalkozás, az meg egy jó ötlet, ez egy dolog kell, csak ügyfél. Az ügyfél, aki fizet, tehát egy fizetőképes kereslet kell, és innen lehet növekedni gyakorlatilag. Akkor lehet az ötletet továbbfejleszteni, kísérletezni, de legelső, hogy legyen validáció. Szerelem első látásra, mondja a befektető, aki beszállt az úgynevezett mini konyha kertbe, vagyis hát a startup vállalkozásba. Hogyan történt mindez? Úgy történt, hogy Péterrel volt egy korábbi kapcsolatom, és Péter kezdett erről anekdótázni nekem. Majd megjelent egy jó nagy adag virágládával, ahol mindenféle fűszernövények voltak benne. Nem tudom, hogy jött rá az ízlésemre, de imádom a fűszernövényeket. És lehet, hogy nem is figyeltem rá annyira egyébként, amikor ezt elkezdtem mondani, valami kertész, valami növény, meg mit tudom, ilyen jó van, rendben van, és megjelent fűszernövényekkel, és azt mondta, hogy tessék, vigyem haza. Hát én nagyon megörültem, és utána felhívtam, hogy akkor ez mégis hogy, meg ezt ő csinálta, otthon vetetted el, nem, hogy ez egy cég, hogy fűszernövényekkel szeretnének specializálódni. Hát ez így akkor elkezdett érdekelni.
Egy rossz pillanatomban megkérdeztem tőle, hogy van-e mód arra, hogy az ember részt vegyen ebbe a cégbe valamilyen szinten. Az embernek, mint én, van egy kis megtakarított pénze, amit mondjuk elhatározza, hogy ez nem a létfenntartáshoz kell, és mondjuk vegyük úgy, hogy ami nem igaz, hogy felesleges. Csináljunk vele valamit, kezdjünk vele valamit. Nagyon sokaknak a vendéglátás jut az eszébe, nyit egy éttermet, stb. Stb. Ezek nagyon nehéz dolgok egyébként. És amikor itt volt egy fűszer növényeknek önellátó rendszer, és megmutatta a rendszernek az alapjait, hogy ez hogy is működne, hát én azonnal beleszerettem. Ez nekem egyszerűen trendinek tűnt ez az egész. Trendinek tűnt, nem szokványosnak tűnt, és mintha ilyen nem akadt volna a szemem elé. Amelyik fűszernövényekkel, de ezt egy ilyen önellátó kis egységben szeretné teljeszteni mondjuk, és megszerettetni a hazai háziasszonyokkal a fűszernövényeknek a használatát. Stábunk múlt évben találkozott Jósvai Eszter szoftvermérnökkel, aki beavatott minket egy vadonatúj fejlesztésbe. Előadásában olyan figyelemfelkeltő gondolatok hangzottak el, amelyekkel már akkor lenyűgözött minket. A hand-in scan, azaz a kézi szkennelő prototípusát látva és kipróbálva, az eszköz hasznossága mellett az is eszünkbe jutott, hogy milyen fantasztikus, ismét egy magyar csapat erősíti hírnevünket, alátámasztva tudásunkat, szellemi, mérnöki képességeinket. Igaz, azóta eltelt egy kis idő, jócskán haladt is a 10 főből álló csapat, akik a leghíresebb és legnagyobb elismerést jelentő nemzetközi díjakban is részesültek. De mi rajtuk tartjuk a szemünket, mert ők a siker valódi szereplői. Azt hiszem, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyi tévedés lehet egy kézmosás során. Légy olyan kedves, Tamás, avasd be engem abba, hogy kell igazából rendesen kezet mosni. Mi az a 6 lépés? Mi a folyamat? Nagyon fontos, hogy a kézhigiénének, ugye ennek az egyik hétköznapi értelmen vett módszere, megoldása az a kézmosás folyóvízzel, szappannal, és van egy másik, gyorsabb, hatékonyabb módszer, ez pedig az alkoholos kézfertőtlenítés, amikor olyan szereket, nagy hatékonyságú szereket kenünk a kezünkre, ha úgy tetszik, amelyekben biztos lehetünk, hogy minden baktériumot, vírust elpusztítanak. Például az egészségügyben? Például az egészségügyben az utóbbiaknak hallatlan nagy szerepe van, hiszen a mindennapi munka során egy nővér, akár egy orvos annyi helyen lép érintkezésbe kapcsolatba a betegekkel, hogy elkerülhetetlen, hogyha nem fertőtlenül közbe kezet, akkor elhordozza azokat a baktériumokat, vírusokat egyikből a másikra, ezáltal sajnos ő is hozzájárul a kórházi fertőzések terjedéséhez. Ezt szeretném megakadályozni, megelőzni, azzal, hogy a hand-in scan készülékünkkel egy objektív képet tudunk adni arról, hogy valaki hogyan végezte el ezt a fertőtlenítő bemosakodást, vagy a alkoholos kézfertőtlenítést. Én mostam kezed, de szerintem lesz itt még egy kis hiba ebben a történetben. Nézzük is meg, mondanád, hogy mit tegyek? Úgy történik a dolog, hogy minden normális esetben az emberek vesznek ebből a kézfertőtlenítő szerből. Milyen mennyiséget? Nemzetközi ajánlások és protokollok előírják azt, hogy gyakorlatilag 2 pumpálásnyit kell venni. Jól bedörzsölöm vele. Alapvetően a protokoll, amit az Egészségügyi Világszervezet is propagál, az egy 6 lépéses kézhigiénés protokoll, amely révén az emberek 30 másodperc alatt az előírt mennyiséget egyenletesen eloszlatják a kezükön. Mi a 6 lépés? Tenyér a tenyérhez. Igen. Utána kéz hát egyik és másik is. Igen. Utána az, hogy az utolsó új perceket szépen összefésülve. Ezt még nem is hallottam szépen. Így. Ez is nagyon fontos. A következő lépés az pedig az, hogy a hüvelykújnak, mivel a kiemelt szerepe van, amikor megfogunk bármit, azt is szépen, méghozzá úgy, hogy a másik hüvelykújunkkal a teljes külső kerületét is lehetünk. És ugye nem szabad elfelejteni kezet váltani közben, hiszen akkor is probléma van vele. És végezetül pedig elkenjük. Ezeken a lépéseken keresztül garantálhatjuk azt, hogy mint egy rutinból, megszokásszerűen a teljes kézfelületünket el tudjuk szépen kenni. Mindenkinek, aki a hand-in scan rendszert használja, egyedi azonosító kártyája van, azaz, amikor ezzel lép be a rendszer, ez odaérinti az érzékelőhöz, és pontosan tudjuk azt, hogy most dr. Kovács, vagy a főnővér, vagy ki az, aki használja. Amellett, hogy az illetőnek meg tudjuk mutatni, hogyha valamit nem jól csinált, hosszú távon ebből egy alapbázist építünk, és adott esetben az igazgatóság is dönthet úgy, hogy visszanézi azt, hogy az elmúlt 3 hónapban ki hogyan teljesített, és ehhez köt valamiféle bónuszt, vagy a következő oktatást.
kutatást, pont a szingapúri állami egyetemi kórházban, ahol mi is dolgoztunk, a multirezisztens baktériumoknak az aránya az intenzív osztályon 12% volt az előfordulásán. Ez azt jelentette, hogy az embernek, ha bement, egyetlen éjszakát is eltöltött az intenzíven, volt 12% esély, hogy megfertőződik egy nagyon súlyos baktériummal. Ha jól tudom, 12 000 emberen próbáltátok ki, miért éppen egy szingapúri kórházban, és miért nem itthon, hiszen egy magyar fejlesztésről beszélünk. Pontosan ez volt a kulcsa, hogy annyira magasak voltak ott a fertőzési arányok, hogy egy állami program indult, és ezen belül kifejezetten ebben az állami kórházban egy nagyon-nagyon komoly szaktekintélyt sikerült egy ausztrál professzort áthozni, és azt mondták, hogy szabad kezet kap, bármilyen módszertan, technikát, technológiát, anyagi erőforrást mozgasson meg, használjon fel, hogy ezt a szörnyűleg számot lecsökkentsék. És ő kidolgozott egy olyan programot, ami elsősorban az oktatáson, képzésen alakult, és ebben ő látta meg a fantáziát, hogy az akkor még kezdetleges kis prototípusként létező Henningsken berendezésünk hogyan szolgálhatná ott a klinikumban a mindennapok során is azt az teljesítést, hogy megmutatja az embereknek, hogyha valamit kihagynak, ezáltal segít nekik jobban teljesíteni. A prototípusnál nem voltak jók az eredményeim. Nézzük meg most. Hogy a készülék is mondja, jobb kezedet kinyújtva, így függőlegesen, igen, picit bevésünk, most nem mozgast, bal kéz ugyanígy. Tenyéren azt látjuk, hogy ugye a zölddel kiértékelt részek azok megfelelően sikerültek, tehát oda jutott a szerből elégséges, tehát nem csak az számít, hogy egyáltalán elkelt az ember. De ott oldalt meg egy-két helyen piros. Az oldalt egy nagyon picit, de inkább az, hogy a csuklóra már nem jutott. Ugye ez is fontos, hogy általában a 6 lépéses folyamatot kiegészítik egy 7. lépéssel az, hogy a csuklót külön kell kezelni, hiszen ennek a klinikumban benne igenis volt, de nem jelentősége. Eléggé. Ha valaki, nem tudom, csak egy fél kezét fertőtleníti le, vagy csapkivaló munkát végez, ugye gyakorlatilag akkor ezt a készülékünk ugyanígy egyértelműen tudja számára jelezni, és meg tudjuk mutatni azt, hogy valami nem stimmel. Egyértelműen látszik, hogy kicsit kentem a jobb kézhátán, és az összes többi gyakorlatilag érintettem maradt. Ami baktériumfertőzés rajta volt, az rajta is maradt, tehát veszélynek teszem ki az embereket. Azt gondolnánk, hogy a nyugati világ már ugye szemmel vesz nyomdokán 150 évvel később túllépett ezeken, de sajnos ez nem így van. Ugye itt egy nagyon komoly magyar fejlesztő csapat munkájáról beszélünk, egy világszabadalomról, jól tudom? Kinek a fejéből és minek okán pattant ki az, hogy kell egy ilyen fejlesztés egy startup vállalkozáson belül? Azt gondolom, hogy a kettőt el kell választani, tehát az ötlet az általában sokkal hamarabb van, mint az emberben kialakulna az igény és az elvárás, hogy ezt egy manapság divatos startup formában próbálja megvalósítani. És így volt ez a mi esetünkben is. Leocki Ákos kollégám volt az alapítótársam, aki akkor még hallgatóként itt a Műegyetemen az orvos-biológiai mérnök képzésben vett részt, viszont ő infekciókontrollosként dolgozott már előtte. És napi szinten látta a munkája során, hogy a kórházban a dolgozók mennyire összecsapják a kézfertőtlenítést, milyen kevésszer és mennyire nem hatékonyan végzik. És ő tudatában volt ennek az UV festékkel ellátott szernek, hogy ezzel oktatást lehet végezni. Igen ám, de ezzel csak egy ilyen kéz UV lámpával nézegették előtte a kezeket, azaz nem lehetett objektíven, nem lehetett rutinszerűen ellenőrizni. És ő keresett meg azzal, hogy ebből szeretne egy szakdolgozatot írni. Mikor is? Ez most már lassan 5 éve. És az első egy év az azzal telt, hogy egy kezdeti prototípust megalkotni, ezt megteremteni rögtön egy csapattal lehetett csak. Úgyhogy sikerült azokat a hallgatókat, kollégákat bevonni, és mégis egy 5 fős csapat alakult ki, amik a Műegyetem Technológiai és Tudás Transferirodának a hatékony támogatásával, akkor elkezdték az első 2-3 generáció prototípus fejlesztését itt a laborokban. És a következő fontos lépés az volt, hogy amikor láttuk, hogy már az primitív prototípusra is mekkora igény lenne. Klinikumból kaptuk visszajelzéseket, hogy ez fontos, ez lényeges, erre igenis szükség van. Akkor beadtunk egy szabadalmat, és gyakorlatilag a koncepciót levédettük. Ebben is a Műegyetem nagy segítségünkre volt, és gyakorlatilag elértük azt, hogy világújdonságként tudtunk megjelenni. És ha már volt szabadalom, akkor rögtön noszogattak minket, hogy hát ezt hasznosítani is kellene, nem a fióknak csináljuk a szabadalmakat, és tulajdonképpen szép fokozatosan ért meg bennünk, hogy akkor ebből valamilyen vállalkozást érdemes alapítani, és ez gyakorlatilag 3 évvel ezelőtt történt, tehát most már 4 évvel ezelőtt, hogy nekiálltunk az egészet céges formában, profi módon, hát nyilván amennyire lehet csinálni. Mindenesetre ugye ahhoz, hogy ez működjön, ehhez pénz kell, és akkor innentől jön
az, hogy startupként működik az ember, hogyha ami nagyon gyors növekedési pályát várnak el tőle, tipikusan azért, mert kockázati tőke támogatást kap. Tehát nem... mert hogy egy startupnak, azaz egy kezdő vállalkozásnak így kell fölfele menni, különösen, hogyha egy ilyen innovatív, nagy hozzáadott értékű, gyors növekedési potenciált mutató projekt esetében az az elvárás, hogy exponenciálisan növekedjen, és benne legyen a potenciál, hogy egy világszinten megjelenő, robbanásszerűen elterjedő új technológiát tudjon a piacra vinni.